Szeretettel üdvözlöm a tisztelt megjelenteket. A mai alkalommal a reneszánszkori zenemű nyomtatásról fogunk beszélni, és ennek a 16. századi itáliai nyomtatásnak az egyik sztárjával, a Cipriano de Róréval fogunk foglalkozni. Van egy egészen fantasztikus könyv, ami egy Jane A. Bernstein nevű amerikai zenetudós nőnek évtizedek munkájával elkészített könyve, Print Culture and Music in the 16th Century Venice, ugye a 16. századi velencei nyomtatási kultúra és zenének az összefüggéséről van benne szó, és a mai előadásnak nagyon-nagyon sok információját innen szedtem, hogyha interneten ezt igazából meg lehet találni, ezt a könyvet, hogyha akit ez érdekel, rettenetesen jól van megírva, és egy nagyon-nagyon szépen összefogott, fantasztikus munka. A nyomtatás maga, hogy veszünk valamit, amit befestékezünk, rátesszük a papírt, és rányomjuk, vagy ráhengereljük, ez Kínából érkezett Európába a középkor folyamán, a papír is, ugye a nyomtatás kezdetben nagyon nehézkes volt, mert egy lapon ugye ki kellett fából vágni az összes, tehát ki kellett metszeni az összes dolgot, és ez iszonyatosan munkaigényes volt. Ráadásul ezeket a nyomóducokat nem lehetett túl sokszor használni, mert hát a fa egyszerűen vetemedett. Tehát ugye csináltunk egy ekkora nyomóducot, eltettük, és két év múlva az már hullámos volt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt. Amikor Gutenberg 1450 körül színre lépett avval a nyomtatási technikával, hogy az egyes betűk vannak icipici ólomtömbökön, és azokat tesszük egymás mellé, ugye ez egy ilyen forradalmi újítás volt. Itt látható a Gutenberg Bibliának az egyik oldala. Látni, hogy fekete és piros nyomás vegyesen van, illetve még kézzel ki is festették az iniciálét. Ugye az 1450-ben jelenik meg ez a Biblia, és 1452-ben már Budán a Hess András nyomdát nyit, tehát nagyon-nagyon hamar bekövetkezik a váltás. Velencében egy pár évvel később, az 1460-as években jelenik meg a nyomdászat, és az egyik velencei nyomdász kap privilégiumot, 5 éves privilégiumot arra, hogy más nem használhatja ezt a technikát, és valami görög szerzők latin fordítását ki is adta. A privilégiuma 5 év után lejárt, és az egész velencei nyomdászat az azonnal kiderült, hogy egy nagyon sikeres valami, úgyhogy nagyon sokan elkezdtek nyomdavállalkozásba kezdeni. Igen ám, de ők nem kértek privilégiumot, és elkezdték ugyanazokat a darabokat kiadni, úgyhogy az első velencei nyomdászok azok néhány év után csődbe mentek. Tehát egy ilyen fantasztikus, tehát egy ilyen elképesztő krach történt. Úgyhogy ezek után a velencei városi tanács elhatározta, hogy szabályozni fogják a nyomdászati tevékenységet, és hát először is meg kellett alakulni a velencei nyomdászcének, és a városi tanács meg a cég kötelezte a nyomdászokat, hogy specializálódjanak különböző területekre. Voltak, akik inkább a görög szövegek nyomtatására specializálódtak, voltak, akik a latin autorokra, és az a vicces, hogy Velencében még Héber, ázsiai volt szovjet tagköztársaság, örmény nyelvű szövegeket is nyomtattak, igaz, hogy kis számban. És hát ugye a zeneműveknek a nyomtatására már a 15. század vége felé volt igény, itt egy olaszországi nyomtatvány, ami fametszetes nyomtatvány, és ugye látszik, hogy milyen kis gírbegúrbák a vonalak, milyen nehéz egy ilyen fa lapon a kést úgy kezelni, hogy ebből szép kotta kép legyen, és az is látszik, hogy rettenetesen munkaigényes az egész. Itt lehet látni, hogy egy fából kivágott deszka, és ugye látják, ezt úgy hívják, hogy labduc, tehát hogy a fának a szálirányai, azok a lap papírral párhuzamosan futnak, később aztán áttértek a haránt ducra, amikor bütű irányban vannak a szálak, és avval egy sokkal, sokkal folyékonyabb és szebb nyomtatást lehet elérni, de ebben a korban még csak a haránt ducot használták. A
fát, azt valamilyen módon lecsiszolják és le is alapozzák, ráfestik azt, amit ki akarnak vágni, és utána fognak egy szikét, és különböző vonalzók mellett egyszerűen ezeket kivágják. De hát kegyetlen munka egy egyetlen lapnak a nyomódúcát elkészíteni. Úgyhogy Ottaviano Petrucci igazából már a 15. század végén kitalálta azt, hogy úgy fog kottát nyomtatni, polifon kottát, ahogyan a gregorián kottákat már régebben elkezdték nyomtatni, hogy kétszer teszik a papírt a nyomdába, egyszer rányomtatják a kottavonalakat, és egyszer pedig a betűket és a hangjegyeket. Hogy a Petrucci ebbe bele tudjon kezdeni, ahhoz el kellett nyernie a privilégiumot, illetve egy elég szép kezdőtőkét kellett összehoznia. A nyomtatás borzasztó tőkeigényes, és a tőke megtérülési ideje nagyon nagy. Ahhoz, hogy el tudjon kezdeni nyomtatni, ahhoz megfelelő mennyiségű papír kell, a betűkészleteket el kell készíteni, és ugye majd látni fogjuk, hogy a nyomtatási procedúra során elkészül rengeteg könyv, azoknak az eladása az nem két pillanat, tehát nagyon lassan térül meg a tőke, és ezért is volt szüksége Petruccinak a privilégiumra, mert hogyha az ő termelékenyebb nyomtatási módszere elterjedt volna, akkor megismétlődött volna ugyanaz a csőd, ami a sima nyomdászokkal történt. Itt van az első Petrucci kiadvány, a Harmonici Musices Odekaton, 1501-ben jött ki a nyomdából, itt a címlap, itten van a copyright, és itt van a tartalomjegyzék, ugyan 100 ódát ígér, de valójában kevesebb van benne, és akkor itt lehet látni a Petrucci féle nyomatot. Hát bocsánat, itt az internetes reprodukción annyira pontosan nem lehet látni, de hogy kétszer került a papír a nyomdagépbe. Ezt úgy oldották meg, hogy a papír pontos elhelyezését a keret mentén ilyen tüskék segítették. Tehát egyszerűen, amikor rátették a papírt, akkor a tüskék ilyen lukat csináltak a papírba, és a következő nyomtatásnál akkor megint ugyanazokba a tüskékbe belement. A Petrucci valamennyi kiadványában a kotta vonalak távolsága azonos, tehát úgy tűnik, hogy ő egyszerűen a kotta nyomtatása ugyanazt a sablont használta. A deszkába belefűrészelt ilyen hornyokat és hengerelt ónlemezt, ami ugye az orgonakészítésből adott volt, hengerelt ónlemezből voltak bevágva azok a csíkok, amikkel a kotta vonalakat nyomtatta. És érdekes, hogy egy idő után rájött, hogy először kell a mozgatható betűtípusokkal a hangjegyeket nyomtatni, és amikor ilyen formában, amikor csak a hangjegyek voltak rányomtatva, ilyen formában raktározta, és amikor egy konkrét megrendelés volt, akkor nyomtatta rá a kotta vonalakat, mert ebben időt tudott spórolni, nem kellett kétszer megszárítani a papírt. Ugye, szóval ez idő és raktárkapacitás is spórolás volt. Tehát ez a Petrucci nyomtatvány, és ugye látszik, hogy ez még kóruskönyv formájában van, tehát azt jelenti, hogyha kiteszi maga elé az énekes, vagy több énekes, akkor bal oldalon fölül van a superius, alatta van a tenor, tehát az elsődleges szólamok, és a jobb oldalon, tehát a következő rektón, ott van a két kontraszólam, a kontratenor altus és a kontratenor bassus. Ezek a kiadványok, most ez nem egy Petrucci, ez egy másik, amit mutatok, és majd ezeket körbe fogom adni, csak múltkor is mondtam, hogy kérem vissza, és egy basszú szólamkönyv múltkor valakinél ott maradt, jó? Hogy jó, ezt most ezeket én kézbe adom, csak kérem vissza, jó? Mert jó, hogy hazai fénymásolóba készül, csak akkor is ez nekem munka, meg pénz, meg minden, jó? Tehát, hogy ezek ekkorák voltak ezek a füzetkék, és ugye látni, hogyha ennyi minden van egy ekkora füzetkén, hát igazából nagyon nehéz ehhez négy énekesnek hozzáülnie úgy, hogy ezt tényleg lássák és el tudják énekelni. Úgyhogy Petrucci maga is nagyon hamar áttért a szólamkönyves kiadásra, amikor az egyes szólamok nem látják egymás kottáját, csak mindenki a saját kottáját tartja a kézben, hiszen így egyszerűen praktikusabb. Na most a papír méret az adott volt, ugyanis a papírt azt úgy készítették, hogy a fá,
tehát az ilyen nagyon finomra elcsiszolt fűrészport, meg rongyot, meg egyebet, azt nagyon sokáig rohasztották, áztatták egy ilyen dézsában, különféle lugokkal kezelték, meg savakkal, és valamilyen ragasztóanyagot, enyvet, vagy mit kevertek bele, és ebből a masszából egy drótháló keretre kimertek egy merőkanálnyit, azt ottan ellapogatták, és ez megszikkadt, és egyszerűen a drótháló keretről le lehetett venni, és akkor ott volt a papír. Ezt még valahogy hengerelni kellett, meg egyebek, de lényegében ebben kész volt a papír. Általában a nagyobb papírok azok drágábbak voltak, és az annak idején a kottonnyomtatásban elterjedt papír az alig volt nagyobb, mint egy mai A3-as. Majd mindjárt fogom mutatni, hogy aztán utána a nyomdában ezeket a lapokat hogyan csinálták, de nagyjából ekkora volt egy papírlap, körülbelül 5-5 centivel volt nagyobb, de hát utána még vágni is kellett, meg egyebek. Amikor nagyobb méretű könyvet csináltak, például templomok számára kóruskönyveket, akkor volt egy extra méret, de hát az külön nagyon drága volt. A papír egyébként olyan sok pénzbe került, hogy egy teljes nyomtatási folyamat teljes költségvetésének a fele a papírra ment el. És majd látni fogjuk, hogy azért ott még nagyon sok embert kellett fizetni, és nagyon sok mindent kellett megcsinálni. Tehát ez elég döbbenetes, hogy ennyire drága volt a papír. Tehát megérte a kicsire nyomtatni, és megérte a Petruccinak azt, hogy ő is áttért aztán a szólamkönyves formátumra. Azt látjuk, hogy 6 kottasor van egy oldalon, és ez ebben a méretben általános maradt, aztán később is az egész 16. században, hogy a kis fekvő alakú füzetkékre 6 papírt tesznek ki. És akkor ez, amit kezdőképnek beállítottam, ez a Petruccinak egy konkurenciája, az Andrea Antico, aki egy olyan zseniális fametsző volt, hogy ő meg tudta csinálni a Petruccinál rövidebb idő alatt a kottákat fametszettel. Ez az első kiadványa az Andrea Anticónak, 10 évvel a Petrucci után Rómában jelent meg, ugye oda nem vonatkozott a Petrucci velencei copyrightja, és ez a kottának a címlapja. Ez is egy fametszet, amit lehet, hogy maga az Antico metszett fába, de biztos, hogy ezt valami nagyon-nagyon jó művész vázolta föl a számára. Ugye látni, hogy szép a kompozíció, és hát a jó címlap annak idején is eladta a könyvet. Tehát ez tényleg olyan volt, hogy valaki bement egy korbeli könyvesboltba, és meglátta, hogy hű, hát micsoda, és milyen zene lehet benne. Ugye ez egy nagyon jó reklámfogás volt. Fölötte a felirat, az betűkkel van kiszedve rendesen. Tehát itt ez egy vegyes nyomdatechnika, hogy nem az egész lap van fába metszve, hanem a betűk azok rendesen Gutenberg-féle szedés, és a képek azok viszont fametszettek. A kották esetében, és itt mindjárt akkor itt a tartalomjegyzék, és a kották esetében úgy csinálta az Antico, hogy egy kottasort szedett ki egy fadarabra, és aztán utána a betűk ólomból ki voltak szedve, a következő kottasor egy újabb fadarab. Ennek nagyon sok előnye volt. Nem kellett nagy fatáblákat venni. Ezek a kis lécek, ezek kevésbé vetemettek. Tehát egy sokkal időállóbb dolog volt, amit az Antico kitalált. Ugye, ha ránagyítunk, akkor lehet látni, hogy az Anticónak a fametsző munkája valami egész hihetetlen színvonalú, és igazából ilyen színvonalat senki nem ért el. Az Antico a saját vállalkozását Rómából egy idő után áttette Velencébe, de mire ez megtörtént, addigra az egész velencei kottanyomtatási ipar annyira fölfutott, hogy ő igazából onnantól kezdve már csak bedolgozott a nagy cégeknek, és nem érte meg neki az önálló vállalkozását Velencében is folytatni. Hát ugye ezek tulajdonképpen a legszebb kottaképek, ezek az Antico kiadványok ebből a korszakból. És akkor 1528-ban Párizsban megjelent egy fiatal nyomdász, Pierre Attegnan, és az első kiadványa 34 chanson musicale, 34 chanson, 4 szólamra Párizsban nyomtatva, és az Attegnan egy olyan nyomtatási technikát talált föl. Itt jól lehet látni, hogy a kottavonal ilyen szaggatott, és hát azért ilyen, mert egy kotta fejjel együtt az 5 vonalnak is egy darabkáját kinyomtatta. Ugye amikor ezeket egymás mellé tesszük, akkor nem lehet annyira pontosan dolgozni, hogy egy pici hézag ne legyen. Ráadásul amikor egyre többet és többet használjuk ugyanazokat a betűket, akkor lekopik egy picit a sarkuk a rakosgatásnál, és akkor egyszerűen ilyen kis hézagok lesznek. Úgyhogy ez a szaggatott vonalas kottakép, ez innentől
Innentől, hát még a 18. század elején is bőven Itáliában így, ilyen módon nyomtattak kottákat. Tehát, hogy ez tulajdonképpen két évszázadnak meghatározta a nyomtatási technológiáját. Ez a nyomtatási technológia, ez Zattányán után pár évvel megjelent Itáliában, és hát messze ez volt a legtermelékenyebb, és ennél fogva a legolcsóbb, úgyhogy innentől kezdve egészen idáig a zeneműkiadás az nem volt egy nagy biznisz, és innen ekkor nagyon sokan azt gondolták, hogy na hát, most megvan a bölcsek köve, és innentől a zeneműkiadást is gyümölcsözővé lehet tenni. Velence elsősorban a kereskedelem révén lett gazdag, ugye fantasztikus helyen van a város, mert a tenger felől jól elérhető, ugye az egész Földközi-tenger medencéjéből egy nyugalmas, viszonylag viharmentes tengeren lehet oda felhajózni. A közel van a Pónak a torkolata, és igazából olyan hágók, ahol az Alpokon túlra is el lehet juttatni, azok is viszonylag ott Ausztria felé eléggé járhatók, tehát hogy ez egy nagyon szerencsés hely volt Velencének. Velencében valami ipar is azért elindult, és például a velencei üvegművesek, sejemkészítők, és ilyen kis kézműipar, ebből is Velence gazdag lett, de a nyomdászat az ezek mellé fölzárkózott, és a 16. században Európa legfőbb nyomtatási központja volt Velence. És majd látni fogjuk, hogy zenemű nyomdászat terén is a két nagy 16. század közepi cég, a Scotto és a Gardano, az együtt többet termelt, mint Európa összes zenemű nyomdásza. Tehát ezek egészen fantasztikus méreteket öltöttek ezek a cégek. Ezt a hatalmas felfutást az Attenyán-féle blokkszedés tette lehetővé, és majd látni fogjuk, hogy úgy kerül a velencei nyomdászatról szóló előadás ebbe a sorozatba, hogy ez abszolút a madrigállal így kézenfogva született. Tehát a madrigálok segítették a kotta eladást, és a kotta nyomtatás segítette a madrigáloknak a terjedését. Na de most hogyan is készül egy kotta? Amit itten látnak, bocsánat, csak valahogy az egér itten rosszalkodik, amit itten látnak, ez Adam Gumpelzheimer portréja, és a kezében van egy olyan, mintha ugye ma egyes ilyen vendéglőkben van a menüt, azt ilyen kis csiptetős papírra teszik, de ez nem az. Ez egy palatábla, a tetején egy lukkal, hogy föl lehessen akasztani, és több leírásból tudjuk, és van egy fantasztikus könyv, egy másik amerikai zenetudós nőtől, Jesse Ann Owens, Composers at Work címen, és ő évtizedek munkájával fölfejtette azt, hogy a 16. század szerzői, és valószínűleg a korábbiak is, hogyan komponáltak. Tehát például a Palestrina és mások a saját darabjaikat partitúrában sosem látták. A kompozíció úgy történt, ezt nagyon sokan hangsúlyozzák, hogy a komponistának először a darab megvolt fejben. Ez úgy volt, hogy mint az egyik Josquin tanítványtól tudjuk, állítólag a Josquin azt mondta, hogy aki 10 éves koráig nem tanul meg rendesen improvizálni, abból nem lesz zeneszerző. Tehát, hogy azokban az iskolákban, amik elsősorban Németalföldön működtek, ahol egy olyan módszertana volt az énekes oktatásnak, ami ezt lehetővé tette, tehát, hogy elsősorban Németalföldön gyerekeket egészen kiskortól megtanították jól ellenpontot improvizálni adott dallamokhoz, és például az a tudósítás, ami az Obrechtről leírja, hogy egyetlen éjszaka képes volt egy misét megkomponálni, ez többé-kevésbé hihető, mert az Obrecht, akinek az apja ráadásul fúvós játékos volt, akinek muszáj volt biztosan improvizálni, nyilván gyerekkorától ebbe bele szocializálódott, és látszik az Obrecht darabokon, hogy egy olyan fajta könnyű kézzel van, a szólamoknak a folyása végig, ami elképzelhető, hogy tényleg egy bő éjszaka alatt egy ilyesmit papírra tudott vetni. Na most maga a kompozíció folyamata úgy zajlott, hogy a zeneszerző előtt volt a négy szólamnak megfelelően 4 kotta papír, és a kezében egy ilyen kis palatáblácska. És akkor a darabnak egy adott részletét, és most áttérünk egy ilyen zeneelméleti tankönyvre, ez a Lampadiusnak a zeneelméleti munkája. Itt látszik, hogy
10 vonalas sorba írták össze a szólamokat. Ugye ez pont olyan, mint hogy egy mai basszus kulcsos meg egy violin kulcsos sort összetolunk, és ugye látjuk az elején a kulcsokat, hogy a legalsó vonalon van a gamma, ugye a vox gravissima, a negyedik vonalon az F kulcs, akkor látjuk, hogy ottan fölötte a C vonal, és a D-ig fölfelé, tehát hogy ez nagyjából olyan, mint hogyha ezt a mai 2x5 vonalat összetoljuk, ez valahogy így jön ki, és egyszerűen ebbe különböző alakú hangjegyekkel beleírták a különböző szólamokat. Itt még csak durván a konszonanciákat valamilyen módon elrendezték, itten kirajzolódik a tenorban egy G, C, A, G, vagy G, C, G, A, G, egy ilyen cantus firmus részlet, és akkor utána hack ezt simplex konkordanciárom kompozíció, ugye ez egyszerű összehangzásoknak az egybetétele, és utána egy másik palatáblán ugyanezt kibontott a díszesebb szólamok formájában. De látjuk, hogy ez ugye mai ütemek elképzelése szerint mindössze egy ilyen 6-7 ütemnyi, mennyi ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez egy összesen 8 ütemnyi szakasz, és ha gondosan összehasonlítjuk a fölötte lévővel, amit most nem teszünk meg, akkor azt is lehet látni, hogy alapjában változik meg, például a záró hangot az első verzióban még C-vel harmonizálta ki az alsó szólamokban, itt meg már G-vel van kiharmonizálva. Tehát, hogy ebben az átiratban, ilyen módon, ugye ez mindig hangsúlyozom, hogy a reneszánsz zenében a kialakuló harmóniák azok a dallamvezetésnek a következményei, és nem igazán harmóniai folyamatban gondolkoztak. És ezután, miután ez megvolt, akkor sequitur rezolúció, bocsánat, ügyetlenkedem az egérrel, akkor ezt szétmásolta a diszkant, alt, tenor és a basszus szólamkönyvbe. Letörölte a palatáblát, és ment tovább. Tehát, hogy egész egyszerűen, mint egy ilyen ablakot tolnak végig az egész kompozíción, és a Jesse and Owens ezt fantasztikus módon vezeti le, hogy az egész, amikorból vannak ilyen vázlataink, vagy információink arról, hogy hogyan komponáltak, ezt így csinálták. A következő papír nagyon érdekes, mert fönt maradt 4 apró szólamkönyv, amit a Cipriano de Rore egyik tanítványa, Luzzaschi, a milánói udvarnál dolgozva ráírta, hogy ő tanúsítja, hogy ez a Cipriano de Rore-nak azon füzete, amiben a saját kézírásával vannak a saját kompozíciós vázlatai. Tehát ezt egy Cipriano de Rore tanítvány tanúsítja, hogy ez Cipriano de Rore kézirat. És akkor itt lehet látni ebben, hogy ugye itten volt egy nagy rész, amit ő aztán áthúzott, és más lett belőle, és más egyéb kisebb javítások is itt-ott szerepelnek benne. És akkor utána itt szerepel ugyanebből a gyűjteményből egy olyan, ahol már lényegében le van tisztázva, itt látszik, hogy valami fajta javítás van még. Nagyon érdekes, hogy fekvő formátum ugyanakkor, mint a nyomtatványok, és 6 soros, és lényegében ez olyan, mintha már egy nyomtatásra átadott ilyen tisztázat lenne. Ugye, tehát, hogy egy nyomda az egy ilyet kapott meg a zeneszerzőtől. És majd látni fogjuk, hogy a Cipriano de Rore-nak a nyomdászathoz fűződő viszonya az különösen izgalmas és érdekes. Amikor a nyomdász megkapta ezt, akkor volt egy szerkesztője, aki maga is általában valamilyen másod- vagy harmadrangú zeneszerző volt. Például tudjuk, hogy a Pierre Attegnannak a szerkesztője az elsőbb a Claude Gervais volt, akinek több madrigája vagy sanszonja és táncdala ismert. És a szerkesztőnek az volt a dolga, hogy ő pontosan tudja, hogy hány betű karaktert kell egymás mellé tenni, hogy kijön egy sor, hogy kell beosztani. Tehát ebbe a tisztázatba ő belefirkálta, hogy itt jön a sorváltás, ilyen és olyan és olyan amolyan betűket használunk. Ezen a képen látni itt egy korabeli nyomdaműhelyt, és itt azt lehet látni, ezek most mind eredeti 16. századi metszetek, azt lehet látni, hogy hátul itt van a szedőnek a szekrénye. Ezekben a rekeszekben vannak a különböző betűtípusok, és előtte áll a szedő egy aprócska sinnel a kezében. Ez egy ilyen hosszú, ilyen
fémből készült ilyen elalakú kis lemezsín, és ebbe szedte bele egymás után azokat a karaktereket, amit ő ott a kottában látott. Amikor ezek a sínre szedett kottafejek, illetve el tudom képzelni, hogy itt például, hogyha most ez zenemű nyomda lenne, akkor az egyik oldalon vannak a betűk, a másik oldalon pedig a kotta hangjegyek. Ezeket külön sínekbe szedték, és egy keretbe volt egy ilyen márványlap, ahova ezeket összerendezték, összetették, és egyszerűen ebből a sínből így az ujjukkal kitolták, oda csúsztatták, és összezárták. A kottát rögzítő betűk és a rendes betű közötti hézagokba ilyen vékony fémcsíkok kerültek. Ennek fontos szerepe volt, mert majd ezt hogy a különböző szólamkönyveket hogyomtatták, erre mindjárt kitérek. Tehát ezt egy márványlapon az egészet így kiütötték, utána körbetették valamilyen puhább faanyaggal, parafával vagy valamivel, és egy madzaggal szorosan körbekötözték, és ez az egész innentől ez is stabilan állt. Rátették a nyomdagépre, ahol ugye ezt be kellett festékezni. Itt látható ez a munkás, ez a festékező valami, ez két ilyen füles párna volt, ilyen nagyjából, mint egy grapefruit akkorára kitömött párnák voltak, bőrpárna. A nyomda festéknek a festék anyaga az korom volt, és ehhez 60%-ban különféle olajokat adtak. Lenolaj, ami egy lakképző olaj, tehát az jól száradt és stabilá tette a nyomdafestéket, a viszkozitást azt dióolajjal állították be, és az, hogy a kormot jól fölvegye és jól beoldódjon, ahhoz különféle terpentineket, ezek ilyen gyantákból kipárolt, ilyen nagy molekulás szénhidrogének, ilyen terpentineket adtak hozzá, és még az egésznek a szilárdságát azt bizonyos gyanták beoldásával fokozták. A nyomdafestékekről ennyit tudunk, és a pontos recept azok elképesztő titkok voltak. Tehát a nyomdászok nem árulták el. A jó nyomdafestéknek tartósnak kellett lenni, egyenletesen kellett tudni fölvinni, nem volt szabad, hogy eláztassa a papírt, mert akkor az zsugorodik, és ugyanakkor gyorsan kellett, hogy száradjon. Tehát ez is egy nagyon nagy tudás volt a nyomdafesték elkészítése. Itt látni egy keretet, amire éppen teszik föl a nyomtatásra szánt papírt, illetve most ez a kollega itten veszi le, már látszik, hogy rajta van a nyomat. Ugye látjuk, hogy itten vannak az üres nyomtatásra váró papírok, és itt vannak a már kinyomtatottak. Itt látni ezen, hogy talán itt, mintha lenne valami középen, és elképzelhető, hogy ez az a lyuksor, ami a többszöri nyomtatásnál, ugye középen egyszerűen volt néhány tüske, és arra, hogy rátették a papírt, az rögzítette, és itt ez a fölső, ez egy keret, amit ráhajtanak, és az rögzíti pontosan a papírt. Tehát ide ráteszik a papírt, ráhajtják a keretet, az egészet ráhajtják erre, és akkor utána betolják ezen a sinen, ez is egy 16. századi rajz, ezen a sinen betolják, és látjuk, hogy azért hívják sajtónak, mert hogy mint a szőlőprés, egy olyan szerkezet, meghúzzák ezt a kart, ami a két egy ilyen öntött vas lemezt így rápréssel. Ugye itt is látni, hogy itt van a szedő, ott a kezébe a kis sín, ugye látjuk, amiben szedi a kottákat, itt vannak az üres papírok, itt van a készpapírok, és itt látjuk ezekkel a grapefruit méretű labdákkal, ugye, aki a festékezésnek a műveletét. Ugye itt még az előző, van egy másik kép, ugye itt is nagyon szépen látni, hogy ott látszik a két tüske, ugye, ami rögzíti a papírt a megfelelő helyen, és itt van ez a keret, amit rátesznek, tehát ez a nyomdászatnak a technikai megvalósítása. Itt lehet látni eredeti 16. századi kottanyomó betűket, ezek az antwerpeni Plantin nyomdából származnak, ott mind a mai napig van egy múzeum, megvannak az eredeti betűkészletek. Ezek picik, tehát hogy ilyen 8 mm vagy 1 centi a magassága egy-egy ilyennek, és látszik, hogy az öt vonallal együtt hogyan van a kottafej. És ugye látni, hogy a kotta vonalak mentén elég, tehát hogy van egy ilyen karaktere az egésznek, de aztán elég gyorsan mélyül a dolog, mert hát nyilván a nyomtatás során koszt szed föl, meg a festéknek a széle ott marad, meg ilyesmi, tehát hogy ez tűnjön el az árokban, hogy minél tisztább legyen a kottakép. Tehát ezek a betű
készletek, és itt lehet látni, hogy hogy van, opá, bocsánat, itt lehet látni, hogy hogy van kiszedve. Ugye itt lehet látni, hogy egymás mellé ide vannak illesztve ezek a karakterek, és ugye nagyon ravasz a dolog, és itt van ugyanaz lenyomtatva, és ugye azt lehet látni, hogy például, hogyha van egy ilyen hangjegy, amelyik a második vonal közben van, és fölfelé áll a szára, azt valószínűleg ugyanaz a karakter, amikor egy felső vonal közben van, és lefelé áll a szára. Tehát ezeket így össze-vissza lehetett forgatni. És még egy apró trükk van, hogy azt is lehetett csinálni, hogy itt látni például olyat, itt lehet látni, hogy ez maga egy ilyen betű is két darabból van, és simán lehet, hogy azt a vonalat alá vagy fölé is be lehet tenni. Tehát ezeket még egyre kisebbekre is fölbontották. Ez a technika aztán a 19. században újjáélett. 19. század végén vannak ilyen nyomtatványok, amik így készültek. Ugye itt lehet látni, hogy hogyan van befogva a lécek közé, hogyan tartja egybe egy madzag az egészet, ugye? És ez meglepően szilárdan összeszorította. Vannak, akik azt feltételezik, hogy a Petrucci például esetleg a betűknek a szélén valami extra hornyokat használt, hogy még pontosabban tudja illeszteni. Ugye, mert neki meg kellett oldani, hogy a vonalaktól nem térhet el. Tehát amikor összefog egy ilyen keretet, a belső hullámzást, ami természetesen adódik, ugye itt is lehet látni, hogy van egy ilyen hullámzás, ezt neki el kellett kerülni. De a Petruccitól nem maradt fönn betűkészlet. Tehát, hogy ez... Na most a betűket... Ja igen, itt ez egy orgona, egy cavazzoni orgona tabulatúra, és ilyenkor, amikor több hang van egymás fölött, akkor csak azt lehetett, hogy ezeket egyesével valamilyen módon összerakni. Tehát az orgona tabulatúrát kiszedni, az egy még sokkal bonyolultabb dolog volt, és ugye látjuk, hogy a kötőívek is külön ilyen kis egységekből vannak összetéve. Tehát ez a lap, ez mit tudom, 1000-1200 vagy még több ilyen aprócska elemből tevődik össze. Ugye a papír méret az mindig konstansul ez. Tehát nagyjából egy mai B4-es méretnek felel, vagy A5-ös méretnek felel meg. Na most itt van a betűöntő. A betűket olyan anyagból kellett csinálni, hogy könnyen önthető legyen, de aztán amikor megszilárdul, akkor, tehát buborékmentesen jó lehessen önteni, és amikor megszilárdul, akkor aztán nagyon állandó legyen. Ezek az orgonasípokhoz nagyon hasonló, a kemény orgonasípokhoz nagyon hasonló anyagból készültek, az anyagnak a nagy része ón, és egy 5-6-7-8%-nyi fekete ólom van benne, és egyfajta markazit nevű vasércet, meg egy ammonit nevű ammóniumércet raktak bele, amiből kellő mennyiségű vas és antimon is belement az ötvözetbe. Itt is a pontos receptek azok titkot képeznek, és látni, hogy ugye ilyen nagyon kis tégekbe öntik ki itt a kemencén megolvasztott fémet, és itt látni az elkészült betűk, azok itt vannak. A velencei és Velence környéki nyomdákat azt egyetlen ólomöntő látta el betűkkel, és amikor például a Scotto cég kifejlesztett a betűöntője segítségével egy új és nagyon jó ilyen betűtípust a kottanyomtatáshoz, akkor azt nagyon sokan megvették tőle, meg bérelték tőle. Tehát ez adott kölcsön kottafontokat. A papírt azt Velence számára elsősorban Padova környékén, meg az Alpok lejtői működő papírmalmokban készítették el. Ugye itten lehet látni a papírmalmot. Ugye a malomnak ez a része az azt csinálja, hogy ebben a kádban ugye látszik, hogy így forgatja a vízkerék ezt a tengelyt, és itten ezek az emeltyűk, ezek ottan préselik és zúzzák ezt a papírkását, hogy elég homogén legyen. És itt látni ezt a nagy dézsát, amiből kimerítik a kerettel a papírt, és amikor megszikadt, akkor az inas már viszi is tovább. A könyveket be is kötötték, és hát akkor ugye ez már egy ilyen mai kötés, de hát nagyjából egy boltba valami ilyen formába árosították ezeket a könyveket, majd ezt is aztán körbeadom. És volt egy nagyon, tehát a nyomdai szerkesztés az egy nagyon összetett dolog volt. Itt van, tehát képzeljük el, a nyomdából először kijön ez a lap, ahol itt van az első oldal,
A hátoldalán van a második, és a többi ilyen ravaszul van szétosztva, hogy a papír két oldalán ki mi, hogy van fejjel lefelé. A nyomdából kijövő papírt azt először így félbehajtották. Tehát először így hajtották félbe, aztán utána meg így. És akkor ennek úgy kellett kijönnie, hogy tehát akkor ez most összesen egy 8 oldalas kis füzetecske, és például ez most éppen, amiből ma énekelni fogunk, ez a Cipriano de Rora madrigáloknak az első kötete, és akkor ezt a többi lapokkal is ugyanígy megcsinálták, és akkor három ilyen, a könyvkötő, az három ilyen kis füzetecskét tudott összekötni, ugye ezt fölvarták, tehát egymás mellé tették ezeket az elkészült füzeteket, ezt is gyorsan megcsinálom. Hogyan hajtsam? Hát az a helyzet, hogy ezért, hogy ezt lehessen tudni, mindegyik lapon, a rektón, jobb oldalon alul van egy sorszám, hogy lehet tudni, hogy hanyadik füzetke. Tehát, hogyha most önök néznek az interneten egy ilyenről egy faksimilét, akkor meg tudják állapítani, hogy hány lapos ilyen fasztikulusokból volt összekötve, mert mindig egy új fasztikulus elején ott van bal oldalon alul, vagy jobb oldalon alul egy ilyen micsoda, tehát nekem most így kell hajtanom. Hogy az legyen kívül, és akkor van még egy. Ezeket általában az ABC betűivel jelezték, ugye A-val, B-vel és C-vel. Jaj, de ügyes vagyok, mert ugye pont itt az egyiknek a végén itt van a 7-es oldalszám, 8-as, 15, 16, tehát pont kijön. Tehát így volt egy füzet. Na most, amikor a kereskedők elvitték, és az itáliai nyomdászoknak elképesztő kereskedő hálózatuk volt, és anélkül nem működhetett volna. Ezek a kereskedő házak, ezek többnyire ilyen családban maradó vállalkozások voltak. Például a Scottónak, meg a Gárdánónak volt Rómában lerakata, akik családtagok voltak. Aztán voltak olyanok, hogy különböző Alpokon túli könyvkereskedésekkel is voltak kapcsolataik, és általában összesen ilyen formában, így összehajtva szállították ki, mert nem érte meg a kötést külön szállítani. Ott helyben is van könyvkötő, és ráadásul, hogyha én megveszek mondjuk 5 kötet Cipriano de Rora madrigált, hát akkor azt a könyvkötővel aztán egybe köttetem. Ez, amit majd mindjárt közreadok, ebben is, ez ugye egy modern kötés, és ebben két madrigál kötet van egybe kötve. Majd, hogyha nézegetik óvatosan, mert ez sajnos egy nem ilyen régi jó kötés, nem ez egy ragasztott kötés, és például a Basszus szólam könyvből is kiár már egy lap, jó, hogy ezt majd esetleg csak így óvatosan nézegessék, hogy milyen, jó, hogy akkor... De ezeket mind visszakérem, jó, hogy senki ne vigye el. Meg akkor ezt is, tehát hogy ilyen, így néz ki. És ugye ezt először a kötészeten összefűzik, és utána vágják le a szélét. Ugye, hogy így készül. Hát nem tudom, hogy ezt is akkor meg lehet nézni. Tehát ebből fogunk ma énekelni, meg hát a másik, a piros könyvek is, az, amiből a mai koncerten énekelni fogunk. Ugye itt látni a könyvkötőnek is a különböző szerszámait, hogyan préseli, ugye itt lehet látni, hogy hogyan varják föl a függőlegesen kihúzott csíkokra a különböző fasztikulusokat, hogyan alkotják meg a gerincét a könyveknek. Na most, hogyan is nézett ki a választéka ezeknek a velencei nyomdászoknak? Ugye említettem, hogy az Ottaviano Petrucci volt az első, aki a kotta nyomtatást elkezdte, és azt lehet látni, hogy az első könyve, ez a Harmonice Musices Odecaton, amiből az első két oldalt megnéztük, ami megjelent 1501 májusában, aztán újabb kiadásai jöttek évek múlva, ebben a kornak a divatos sanszonjai voltak benne. Sanson, ugye akkor ez még egy madrigál előtti korszak, egy-két motetta is, ilyesmi. Aztán a Canti B, ez tulajdonképpen az Odecaton A-nak a folytatása, és később még lesz egy motetti C, tehát ez a három kötet így képez együtt egy sorozatot.
Aztán, a Motetti A-val képezett sorozatot. Szóval valahogyan ez a sorozatban való gondolkozás, ez már a legelején megjelent. Na most azt lehet látni, hogy a Josquin, aki ugye a Luther szerint a világ legnagyobb zeneszerzője volt, mert halála után többet ért, mint életében, mert ugye tehát a Josquin neve annyira eladható volt, hogy de hát ekkor még élt a Josquin, tehát ezek még valódi, sőt, ráadásul Itáliában volt ekkor a Josquin, tehát ezek még igazi eredeti Josquin misék. Megjelent egy Josquin misekötet, negyedik Petrucci kiadványként, benne 5 misével, 1502-ben. Aztán a Jakob Obrecht követte, aki ennek idején, ebben az időben szintén Itáliában volt. Aztán Antoine Brumel misék, Giselin misék, Pierre de la Rue, Agricola. Tehát egészen idáig motettákon és népszerű sanszonokon kívül elsősorban a kor legnagyobb zeneszerzőinek a mise kompozícióit adta közre, tipikusan 5 misét tartalmazó viszonylag nagyméretű kötetekben. Na most ezek nehéz énekelni valók, hosszú, nagy, komoly darabok, és hát világos, hogy nem egy populáris zene. És akkor azt látjuk, hogy 2 évvel később, vagy 3 évvel később, 1504-ben elkezdi a kor könnyű zenét, a frottolákat kinyomtatni, és rengeteg ilyen frottola kötet jelenik meg, 11 vagy nem tudom hány frottola kötetet ad ki, és hát akkor is ugye a könnyű zenei bevétel az, ami a nyomdát működtette. Aztán nem sokkal később találkozunk ilyennel, hogy Intabolata dell'auto, hogy lant tabulatúra. Ugye a lant volt annak a kornak az első számú polifon hangszere, és pláne például olyan értelmiségiek, egyetemisták, egyébeknek arra nem volt lehetőségük, hogy billentyűs hangszert birtokoljanak. Hát a lant az egy ilyenfajta hangszer volt, amin több szólamot össze lehetett játszani. És hát ugyanakkor a lantnak a speciális notációja, a tabulatúra, az ugye sokkal könnyebben volt olvasható, mint kottából összejátszani a szólamokat. Úgyhogy látjuk, hogy utána tabulatúrák jöttek, sőt, ez a Bossinensis Tenorie Contra Bassi, ez egy olyan kiadvány, ahol egy 4 szólamú daraboknak külön van a szopránja éneklésre, és külön van a lant számára egy intavolált rész az alsó szólamokból. Aztán a Petrucci 1510 környékén áttette délebre egy városba, Fossombronéba a székhelyét, és itt még kiadott, mint látjuk, egy jó 200 darabot, és 1520-ban a Petrucci meghalt. Közben a copyrightja lejárt, na és akkor itten látjuk az Andrea Anticót, ezt a zseniális fametszőt, aki egy darabig Rómában működött, ugye ezt a Canzoni Nove, ezt a kiadványát láttuk. Van egy fantasztikus kötete, ez a Liber Quindecim Missarum, amiben 15 mise van, és azt láthatjuk, hogy ezt már a Scotto és a Giunta, tehát egy velencei és egy római cég közösen adta ki, és ez egy ilyen nagy alakú kiadvány. Csodálatos címlap van, amit valami nagyon jó nevű korabeli festő tervezett, ez egy nagyon nagy reprezentatív kiadvány. De aztán utána ő átjött, amikor a Petrucci meghalt, akkor átjött Velencébe, és látszik, hogy akkor lényegében csupa más kiadóknak dolgozott, és aztán volt egy szünet, amikor nem dolgozott, és aztán végül még néhány kötetet megjelentetett, és a Verdelónak az első madrigál kötete. Ugye emlékszünk, hogy a Verdelő volt az, akivel az egész madrigál sorozat útjára indul. A Verdelő első madrigál kötete az Antikó fametszetes kottáival kerül ki egy kisebb velencei nyomdából. A velencei nyomdászoknak a céhe az a csúcson, 16. század közepén 75 tagot számlált. Tehát ilyen, ez nem jelenti azt, hogy ez mind független nyomdavállalkozás volt, de Velencében egy időben legalább 10-20 nyomda működött.
azok a nagy nyomdák, a Scotto és a Gardano, akik zenei szempontból is a leglényegesebbek, azok nem csak zenei könyveket adtak ki, hanem, vagy kottákat adtak ki, hanem elsősorban filozófiát, szépirodalmat, orvostudományt, egyebeket, de itt is meg volt a specializációjuk. A kisebb nyomdáknál nagyon gyakori volt az, hogy valaki úgy döntött, hogy elindít egy nyomda vállalkozást, és aztán kiderült, hogy hát nem olyan egyszerű betörni a piacra, és aztán tönkrement és abba hagyta. Tehát nagyon sok olyan nyomda van, ami egy kiadvány után megszűnt. Ugye múltkor volt szó az Anton Francesco Doniról, aki szintén elindított egy nyomda vállalkozást, és az is egy-két kiadvány után bedobta a törölközőt. Volt még néhány nyomda, még 5-6 kiadványig eljutott, de nagyon kemény volt a piacon megélni. Ugye ez a raktárkészleten lévő könyveket menedzselni, hogy ne ázzon el, hogy nem. Szóval tényleg ez nagyon tőkeerősnek kellett lenni, és a nagy cégek, a Scotto és a Gardano, a széles választékuk és a kiterjedt nemzetközi kapcsolataik révén tudták az egész üzletüket menedzselni, és tudtak az egésznek a tetején maradni. Nagyon érdekes, hogy a nemzetközi kapcsolatok terén, miközben a Scotto az inkább Nyugat-Európa nyugati felével üzletelt, addig a Gardano inkább Nyugat-Európa keleti felével, tehát német területekkel és egyebekkel. Tehát még ilyen szempontból is volt egy piacfelosztás közöttük. Hogy egy ilyen nyomdacég hogy alakul ki, az is érdekes volt, mert a Scotto az például egy tőzsgyökeres velencei család, és a családban és a nyomdavállalkozásban is tulajdonképpen magasan képzett értelmiségiek is részt vettek. Szükség is volt rá, mert ugyanúgy, ahogy a zenei korrektúrázáshoz szükség volt zeneértő szerkesztőre, hát ugyanúgy, hogyha most egy görög nyelvű szöveget közreadtak, hát muszáj volt, hogy valaki végigolvassa, és azokat az ákombákomokat helyre tegye, hogyha a szedő valamit rosszul csinált. És a Gardano viszont ő egy francia születésű valaki, aki becsöppent Velencébe, és olyan agilis volt, hogy pillanatok alatt föl tudott építeni egy olyan vállalkozást, ami azonnal a Scotto mellett versenyképes volt. Ugye ez ma is időnként az ember csodálkozva nézi, hogy egy-egy üzleti vállalkozás az hogyan, ez ilyen startup, ugye? Szóval ez nagyon-nagyon érdekes, hogy ez a Gardanónak ez a dolog hogyan sikerült. És akkor következő oldal, amit nézünk, ez, hogy ez a előbb említett csodálatos Jane Burstyn könyvéből az, hogy a velencei kotta kiadványok, amikor a Gardano és a Scotto színre lép, akkor hogyan alakultak. Van itt két évszám, hogy 1538 és 1572 között. Hát miért? Azért, mert ez az olasz nyomtatás által átvett francia technika, amikor ilyen külön kis ólomtömbökből szedjük össze, ez ugyan megjelent 34 körül egy kiadvány erejéig Itáliában, de 38-tól jelent meg a tömegtermelés, és 38-tól futott föl a már korábban működő Scotto és Gardano cégeknek a zenemű kiadása. Hát 1538, és hát ugye látjuk, hogy a Gardano első kiadványa az egy motetta kötet, és utána madrigál, 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 madrigál. Tehát, hogy ez a két kiadó ebben a körülbelül 40 éves vagy 35 éves időszakban körülbelül fejenként olyan 400 kottát adott ki, és ennek több, mint a fele madrigál. Ugye, tehát, hogy abszolút a velencei kottanyomtatásnak a zöme az madrigál. Tehát ez az 1538-as a kezdő dátum, hogy ezek a nagy vállalkozások ekkor kezdenek nagy tömegben kottát nyomtatni. Az 1572 pedig többszörösen is egy határvonal. Egyrészt ez az időszak Velence számára egy nagyon nyugodt időszak volt, ami egy törökökkel való háborúval 1570-es években befejeződött. Ciprus környékén zajlottak valami harcok, és ugyan végül a velenceiek nyertek, de az egész háborúba a Velencei Köztársaság egy kicsit megrodjant, az anyagi helyzete lement, és az is volt, hogy a nem is tudom, valamelyik cégnek a nagy alapítója akkor meghalt, és onnantól kezdve egy picit más üzletpolitikát folytattak. Tehát, hogy ez mindenképpen egy homogén, zárt periódus, és ezért a Jane Burstynek a könyve az ebben az időszakkal foglalkozik, erre szorítkozik. Tehát azt láthatjuk, hogy,
hogy a Gardano egy motetta, illetve egy francia chanson kötettel kezd, és utána a Scotto az Arkadelt madrigál kötetével indít, és rögtön utána megjelenik a Gardanónál is az Arkadelt madrigál kötet. Ugye itt van egy Gardano kiadás az Arkadelt madrigál kötetből, most ezt megint akkor csak visszakérem, jó? Akkor közreadom ezeket. És itt nagyon érdekes, hogy ez a két cég úgy kezdte, hogy igazából az Arkadelten keményen összevesztek. Aztán utána kiderült a számukra, hogy az egymással való kooperálás az nagyon, nagyon megéri, még akkor is, hogyha esetleg ugyanazt adják ki, és volt olyan, hogy a nyomdai munkálat, vagy az előkészítés egyik fázisát az egyik cég elvégezte a másiknak, és egyebek. Hogy ez a fajta ilyen együttműködés és kartellezés, ez aztán később is megjelent, a barokk korban Amsterdamban és Londonban működött a Le Sain és a Walsh cég, és a kettő között ugyanilyen együttműködések voltak, még olyan is volt, hogy a nyomólemezt átvitték Amsterdamból Londonba és vissza. Akkor már rézmetszetes kottákról dolgoztak. De ez nagyon érdekes, hogy a két nagy cég az első Arkadelten való összeveszés után milyen módon dolgozott együtt. Ugye azt látni, hogy minden évben hullámzik, hogy melyik ad ki többet. Ugye látszik a Gardanón, hogy itten nagyon rástartolt, ugye látszik, hogy a Gardano rendre többet és többet ad ki. Ha azt nézzük, hogy a kiadványokból mennyi a reprint, tehát egy új kiadás, és mennyi, tehát egy újra kiadása valaminek, és mennyi az, ami valami újonnan keletkezett anyagot adnak ki, akkor azt látjuk, hogy a Scotto inkább az első kiadásokra fókuszált, a Scotto teljes termésének alig az egyharmada újbóli kiadás. A Gardano viszont nagyjából azonos mennyiségben adott ki reprintet és új anyagot. Na most a Kotta nyomtatás folyamata ugye úgy történt, hogy kiszedték a keretekbe ezeket a betűket, lenyomtatták, és utána, miután lenyomtatták a megfelelő adagot, utána ki kellett szedni a betűket, letisztítani, visszatenni a keretbe, és utána kiszedni az újabb oldalt. Milyen példányszámban dolgoztak? Azt tudjuk, hogy a Velencei Városi Tanács az 400 példány alatt nem adott ki copyrightot. Tehát minimum 400 példány volt, és az a kevés fönnmaradt szerződés, ami ezekre vonatkozik, abból is úgy tűnik, hogy 500 példány volt az átlagos, amit kinyomtattak. Ha megnézzük, hogy Velencének annak idején kb. 170 ezer lakosa volt, és szóval egyáltalán az egész népsőség most hányan énekeltek meg, szóval tehát az ehhez képest ez egy meghökkentően nagy szám. Tehát ma Magyarországon egy 500 példány eladott könyv, szóval hogy az a mai Magyarországon az ilyen jellegű könyvekből nagynak számít az 500 példány. Na most a nem csak énekesek vették ezt, hanem tanulmányi célból is sokan, illetve az értelmiségiek körében presztízs volt kottákat birtokolni. Ugye láttuk, a Anton Francesco Doni könyvtárában is rengeteg kotta volt a korabeli népszerű kiadványai közül. Na most, ugye említettem, hogy mennyire tőkeigényes volt. Ja, igen, itt lehet látni, hogy a Scotto és a Gardano mellett más nyomdászok, azok csak 1557 után rúgtak labdába, és látni, hogy más velencei nyomdászoknál hozzájuk képest elenyésző mennyiségű az a zene, ami megjelent. Itt a harmadik oszlopban lehet látni a többi nyomdászokat. És hát honnan volt tőke erre az egészre? Hát egyrészt onnan, nagyon sok, és hogyha az Arkadelt, ami most körhöz belenéznek, akkor az elején az Arkadeltnek van egy dedikáció, amiben az Arkadelt valakinek ajánlja a kötetet. És ez a dedikáció, ez több különböző módon jöhetett létre. Tehát lehetett olyan, hogy valaki, akinek volt pénze, az megkeresett egy nyomdát, és azt mondta, hogy ezt szeretném, hogyha kinyomtatnátok. És hát akkor a nyomda természetesen ennek a támogatónak dedikálta. Ezek nem csak magánszemélyek lehettek, hanem ugye voltak olyan akadémiák, tehát ilyen művészetpártoló társaságok,
Például a Bolognai Akadémia, meg a Veronai Akadémia, egyébek vannak olyanok, amiket ők finanszíroztak, és akkor nekik szóló dedikációt tette bele a nyomdász. Tehát ez a nyomdász kapott egy zsák aranyat, hogy akkor, és akkor kinyomtatjuk, nekünk dedikálod, és kapunk 100 tisztelet példányt. Jó, ez lényegében ugyanúgy működött, mint ma. Aztán volt olyan, de ezt ugyanúgy lehetett, hogy valami uralkodó. Tehát ugye például tudjuk, hogy kicsit később, amikor a Monteverdi a Gonzaga esküvőre megkomponálta az Orfeót, az esküvő után 2 évvel kiadták, természetesen a Gonzaga család támogatásával, hiszen a Gonzaga családnak érdeke volt, hogy az ő esküvői zenéjükkel villogjanak a világban. Tehát egyszerűen adtak pénzt a nyomdásznak, hogy ezt szeretnénk látni nyomtatásban. Ez az ilyen esküvői és egyéb ünnepi zenéknek a nyomtatása aztán a 17. századi Németországban is óriási divat lett. Na most a másik oldalról is jöttek a fölkérések. Tehát például egy zeneszerző az lehet, hogy valamelyik úrnak a támogatását élvezte, és akkor egyszerűen az úr finanszírozott neki egy ilyen kottak kiadást, és abban ő ugye írt egy dedikációt ennek az adott arisztokratának, és hát ezzel az arisztokrata el tudott dicsekedni, hogy hát ilyen és ilyen zeneszerzőt támogatok, a zeneszerző pedig ilyen módon hát ugye megélhetéshez jutott, és itt is a zeneszerző kapott pár példányt, amit aztán saját maga árusíthatott. De olyan is volt, hogy a zeneszerző a saját pénzén kinyomtatta a kottát, ajánlva valakinek, és aztán avval oda ment a 100 példánnyal, hogy tekintetes uram, itt van ez a kottám, a hűséges alázatot szolgálja, fölajánlom, kérem, hogy kegyeskedjen hozzájárulni az önnek. Tehát, hogy nagyon sok különböző konstrukció volt. Na most a Cipriano de Rore, akinek a madrigáljaival ma fogunk foglalkozni, ő egy nagyon-nagyon érdekes figura, és bocsánat, most puskázni fogok az évszámait illetően, azt nem volt már elég agysejtem, hogy megjegyezzem. Tehát, hogy a Rore Flandriában született 1515-ben vagy 16-ban, és 1541-ben már Itáliában volt, talán Bressában, és 1542-ben, a következő évben megjelent az első madrigál kötete, és itten vannak, hogy kiknek szóltak a dedikációk. Igen. Bocsánat, mindjárt, itt van. Megjelent a Cipriano de Rore. Nem ezt akartam mutatni, ezt. 1542-ben megjelent a Cipriano de Rore első madrigál kötete. Ez már egy Gardano általi újranyomás, amit mutatok, de a címében azt lehet látni, hogy Il primo libro de madrigali cromatici. Na most ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a zene maga kromatikus lenne, hanem azt jelenti, hogy a kotta az a nagy értékekről eltolódik a kisebb kotta értékek felé, és emiatt, ha látjuk, nagyon sok a fekete, az a színes kotta fej. Ugye, hogyha ezt összehasonlítjuk egy árkádelt madrigállal, akkor itt az árkádelt látjuk, ez nem kromatikus, mert nincsenek beszínezve a kotta fejek. Ezzel szemben a Cipriano de Roréba ugye látjuk, hogy milyen sok a fekete kotta fej. Tehát egyszerűen az apró kotta értékek felé elkezd elmozdulni a zeneszerzés. Itt ezt jelenti, hogy madrigáli kromatici. Ebben a Cipriano de Rore kötetben egyáltalán, ugye elkezdődik, és lapozunk egyet, ott van a tartalomjegyzék, és kezdik az első madrigál, semmiféle ajánlás nincs, ugye szemben az árkádelt madrigál kötetével, al reverendissimo monsignor Leone Orsino, eletto di Fregius Antonio Gardane. Ugye, hogy itten van a nagy ajánlás, és reverendissima alla qual Baccio le mani. Kézcsókkal ott az ajánlás, ugye? Tehát, hogy itt az árkádelt ajánlás, a Cipriano-nál semmi ajánlás. Úgyhogy ebből arra szokás következtetni, hogy a de Rore, miután megjelent Itáliába, azt gondolta, hogy neki jó lenne az, hogyha megjelentetne egy kötetet, összedett annyi pénzt, hogy adott a nyomdásznak, hogy tessék, itt van, tessék kiadni. Na most annyira bejött a dolog, hogy a következő kötetek már csak per Divino Ciprianoként emlegették, tehát az isteni Cipriano, és a Cipriano de Rore köteteknek az eladási statisztikái a nagy sztár Arkadeltnek szorosan a sarkában voltak. Tehát megérkezett Flandriából, és 2 éven belül a németalföldi piacnak a sztárja lett.
Van egy Kotta kiadvány, amelyik úgy említi őt, minthogyha a Villartnak a tanítványa lenne, de nem világos az olasz szóból, hogy tanítványról vagy egyszerűen követőről van szó. Igazából valamicskét volt Velencében is, de elsősorban Ferrarában működött a Derore, és a zenei összehasonlításból úgy tűnik, hogy a Villart is tanult ő tőle, meg ő is a Villarttól. Tehát ez nem egy mester-tanítványi viszony volt, hanem egész egyszerűen hatottak egymásra a kompozíciós technika tekintetében. A Cipriano de Rore életében a madrigáljai közül 5 kötet jelent meg, és 2 posthumusz, és nagyon érdekes, hogy ezekkel az 5 szólamú madrigálokkal robbant be a zenei életbe, és a 4 szólamú madrigálok, amikből ma fognak hallani, az egy későbbi fejlemény az életében. Úgy tűnik, hogy Itáliában a Derore-nek a stílusa tulajdonképpen sokat változott, és ezek a 4 szólamú madrigálok, amiket ma fognak hallani, ez úgy tűnik, hogy a Rore-nak egyfajta ilyen középső stílusa, és a késői stílus az sokkal inkább akkordikus, és elkezd, minthogyha az összhangzatani gondolkozás elkezdene beszüremkedni. Cipriano de Rore-t Monteverdi, mint a Seconda Pratica legfontosabb előfutárát, sőt, föltalálóját említi, és a de Rore madrigálokkal foglalkozva az embernek az első benyomása az, hogy elképesztő módon, hajlékonyan és nyelvszerűen kezeli az olasz nyelvet. Azok a madrigálok, amiket a múltkori alkalommal hallottak, miközben egy jó részük olasz szerző műve volt, ott nagyon gyakran, ugye Laxéva segített a szöveg gondozásában, és nagyon gyakran súlyos gondok voltak, hogy is van a szöveg alátéve a zenének. Vagy a Cipriano de Rore-nál ilyen gond nincsen. Teljesen világos, hogy az olasz szövegből indul ki, és németalföldi létére, miközben csak pár éve van németalföldön, egészen lenyűgöző, hogy milyen módon kezeli az olasz nyelvet. A másik, ami nagyon érdekes, hogy ugye ezek a madrigálok mindig úgy épülnek föl, hogy az egyes szövegsorok, verssorok, azok saját zenei anyagot kapnak, aminek az elején valami fajta kicsi imitáció van, közepén valami módon el vannak a szólamok, és a végén valami zárlat, esetleg valamelyik szólam kihagyja a zárlatot, valamelyik szólam túlcsordul, tehát ezeknek a részeknek a kontúrjai mindig egy picit így egymásba mosódnak, így alakul ki a fajta zenei forma. Gondoljuk bele, hogy amit említettem, hogy ezeken a palattáblákon való komponálás, ezzel szorosan összekapcsolódhat, hogy egyetlen egy, tehát ilyen egységről egységre komponáltak. És ezek a pici világok, mint egy ilyen ikonasztáznak az egymás utáni festményei, ilyen madrigálnak az egyes versoroknak a megzenésítései, önmagukon belül milyen harmonikusak, milyen tökéletesek, hogy vannak elhelyezve, hát ez nyilván mutatja a komponistának a nagyságát. Cipriano de Rore-nak ilyen szempontból a kompozíciói egészen páratlanok és lenyűgözőek. Tehát egy olyan módon egy eszenciális zeneszerzés, ahol tényleg nagyon világos, hogy semmit nem lehet belőle elhagyni, semmit nem lehet megváltoztatni, semmit. Szóval egy ilyen egészen hihetetlen színvonal, amit ő tud. Sajnos az egyházzenével még nem foglalkoztam, de ami késik, nem múlik, mert motettái és miséi azok ugyanilyen jók, de hát valahol mindent el kell kezdeni. És akkor végül a nyomtatásnak még egy pontjáról ejtünk szót, ami a mai koncertet érinti. Azt, hogy amikor egy kottába le van írva egy szólam, hogy ott nem azt kell énekelni, hanem valami olyasmit, ugye ez a többszólamúság kezdetétől fogva így volt. Hát eleve az egész többszólamúság az a meghatározott főhangokat összekötő futamokból és egyebekből álló improvizatív művészetként startolt a Notre Dame iskolában. Ugye amikor az improvizációt tanították a 13. századi Párizsban, hát azt lehetett tudni, hogy most kvintről oktávra megyek, de hogy azt aztán milyen úton, hát erre különböző patternek voltak, de ugyanúgy, hogy egy mai jazzzenész összerakja ezeket a patterneket, hát a korabeli improvizátorok ezt így megoldották. Hogy
Hogy ez a többszólamú zene előadása így zajlik, ezt a negatív reakciókból tudjuk, amikor a Guillaume de Machaut 14. század végén leírja, hogy múltkor hallottam, hogy előadják egy balládomat, és a barbárok nem vették észre, hogy remek művel van dolguk, amihez nem csak hozzátenni, nem csak elve nem lehet, de hozzátenni sem, és mindenfélét beledíszítettek. Vagy ugye, amikor a Mozartnak rá kellett szólni a kürtösökre, hogy a tartott hangot írt, kegyeskedjenek, nem skálázni és akkordozni rajta. Tehát, hogy egyszerűen a zenészekben ez benne volt, hogy hát itt van egy hang, hát unatkozunk, csináljunk vele valamit. A díszítéseknek a művészete, az a madrigál korszakban természetesen a madrigállal együtt és a manierizmus fölemelkedésével együtt egy nagyon-nagyon fontos ágává lett a zenei előadásnak, és azt, hogy egy énekes milyen, vagy egy fúvós, vagy egy vonós milyen módon virtuóz, milyen módon virtuózul díszít, ez a 16. század vége felé egyre inkább szempont volt és érdeklődés tárgya. A legelső olyan tankönyv, amit díszíteni tanít, ez a velencei Szent Márk templom fúvós együttesének az egyik tagjától származik. Ugye azt mondja itt a cím, bocsánat, csak ügyetlenkedem az egérrel. Azt mondja a cím, hogy opera intitulata Fontegara, la quale insegna a sonare di flauto con tutta l'arte opportuna e suo instrumento. Tehát, hogy a Fontegarának titulált darab. Ez a volt valami fölhagyott lisztraktár Velencében, amit használtak ilyen előadó teremnek, és ez a Fontegár, ez a Fontégo, ez volt a Fontégo, és valamilyen módon ennek a neve van benne ebben a Fontegárában. Tehát hogy ilyen című mű, ami megtanít furujázni ennek a hangszernek minden hasznos tudnivalójával, de leginkább díszíteni tanít, ami hasznos lesz minden fúvós és vonós hangszeres számára, és azoknak is, akik az éneklésben lelik örömüket. Komponálta Silvestro Ganassi, Fontegóhoz tartozó Silvestro Ganassi, aki a nagyságos velencei, az Illustrissima, Signora di Venezia szonátor, tehát fúvós játékosa. Ugye azt látjuk, hogy előttük itt vannak a szólamkönyvek, ugye látjuk a szólamkönyveket, itten hárman furujáznak, ketten énekelnek, és gambák és lantok a háttérben, és itt a hegyekről föl lehet ismerni, hogy ez a Monte del Grappa, amelyik ott a környéknek egy ilyen híres hegye, és két kornet, két cink van az előtérben. Ez a kiadvány, látjuk, hogy ugyanitten van egy ajánlás a Velencei Dózsénak, és aztán utána egy leírás arról, hogy hogyan kell furujázni, és utána elképesztő minőségi fametszeten lerajzolva a furuják és a fogásaik, és természetesen a méret az ugyanekkora, jó, szóval ez a szabvány méret, és akkor egy idő után elkezdődnek a díszítések maguk, amik úgy vannak megadva, hogy például föllépő szekundra milyen díszítést lehet alkalmazni. Tehát itt mindjárt odaérek. Tehát, hogy azt mondom, hogy G-A, és akkor lehet azt, hogy G-A-H-G-A, G-A, 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 G-A-H-C-A, G-A, da-da-da-da-da-da-da-da, ta-di-di-di-di-di. Ugye, tehát, hogy ezek mind-mind lehetséges panelek, amit be lehet illeszteni, és az egész könyv egy iszonyatosan kiterjedt tára ezeknek a panelleknek, és borzasztó bonyolult ritmikájú, és teljesen lenyűgöző. Ez a legelső ilyen díszítési iskola, vagy kompendium, vagy tankönyv, ez a legkiterjedtebb, és a legnehezebb, és ma azt szokás feltételezni, hogy a Ganassi egyszerűen szeretett volna virtuóz fúvózként hírnevet szerezni magának azzal, hogy ő megmutatja, hogy milyen iszonyatosan virtuózul díszít. Ugye, hogyha szólamkönyvekből éneklünk össze reneszánsz zenét, és egy muzsikus nem látja a társait, akkor muszáj, hogy a ritmikában nagyon világos legyen. Amikor a Ganassi még kvintolákat, meg szeptolákat, meg egyebeket is leír, akkor egyszerűen a korabeli alkalmazhatóságának valószínűleg a korlátait feszegeti. Tehát, hogy tényleg ez egyszerűen egy ilyen
inkább lehetett kihívás a kortársak számára, mint tényleges tankönyv. Egy következő, ez egy a Ganassinak egy későbbi utóda, a Girolamo dalla Casa, aki Udinéből származik, és itten van Il vero modo di diminuir, tehát a díszítés igaz módja című könyve, amit itt megint kézbe adok, és ezt is majd visszakérem, jó, hogy majd lehet nézni ezt is. Ez ekkora volt, tehát látjuk, ez egy dupla méretű nyomat, ez sokkal több pénzbe került kinyomtatni, mert hogy nehezebb a nyomdatechnika, meg ilyesmi. És ugye látjuk a címlapból is, hogy sokkal díszesebb a címlap. Ugye itt van a Gardano kiadónak a címere, és látjuk, hogy ilyen fantasztikus keretbe van téve az egész. Ez egyszerűen jelezte, hogy ez egy még rangosabb kiadvány, csicsába címlap. És akkor, hát ugye itten van egy ajánlás, előszó az olvasó számára, különböző nyelvgyakorlatok a fúvós játékosoknak, különböző díszítési táblázatok, mint a Ganassinál, csak jóval szerényebb mértékben, és egyszer csak elkezdődnek madrigálok kidíszítve. Di Cipriano, a quattro, io canterei d'amor. Ez lesz a mai koncerten az egyik madrigál, amit önök fognak hallani, ezzel a díszítéssel. Na most milyen hangszereken játszották ezt annak idején? Tehát egyrészt, ugye itten a Dalla Casa-nál nincsenek odatéve szavak alá ennél a madrigálnál, de a kötetben később, illetve a második kötetében oda vannak téve a szavak, tehát ezt énekesek, ugye láttuk a Ganassi is azt mondja, hogy énekesek is, és jól használhatják az ő díszítéseiket. Tehát ez először is szól énekeseknek, és akár úgy, hogy a felső szólamot díszítik, az alsókat nem. Ugye a szimultán díszítés az egy borzasztó nehéz ügy, mert hogy ne legyenek tiltott párhuzamok, ne lépjenek egymás lábára. Úgyhogy ebből a reneszánsz korból 190 díszített darabunk maradt fönn, és ebből mindössze kettő olyan, ahol egynél több szólam van egyszerre díszítve. Tehát az, hogy mind a négy szólam díszítve, az mindössze két ilyen darab. És ott, amikor ezeket megcsinálták, akkor úgy tűnik, hogy gondosan kidolgozták, megbeszélték, hogy ki hol díszít. A zárlatokban, aki a szoprán zárlatot csinálja, tehát ti-da-dam, ugye ez a szoprán zárlat, az mindig. És a többi helyen meg a téma fejekbe is bele-bele díszítettek azért, hogy aki ugye általában két téma fej nincs egyszerre. Tehát ez megint egy jó taktika volt arra, hogy akkor hogyan tudunk több szomban egyszerre díszíteni. És tehát, hogy énekesek is csinálták ezt, és hogy ha már egyszer a felső szólamot, a dallamot díszítjük, hát akkor abból lesz egy virtuóz szólódarab. Ugye múltkori alkalommal hallották, Kéringer László énekelt egy ilyen virtuóz díszítést, amikor egy tenor szólamot díszítettem ki neki Giovanni Bassano stílusában csináltam meg neki a díszítéseket. És hát az látszik, hogy egy virtuóz szóló műfaj született meg ezzel. A hangszerek tekintetében ennek a kornak a fő szólóhangszere a cornetto volt, egy ilyen apró trombita fúvókájú, kúpos testű fúvós hangszer, amelyiknek fantasztikus hangja van, borzasztó nehéz rajta játszani. Tényleg a világon egy-két ember van, aki elfogadható cinkjátékos, hát úgy most a szerény lehetőségeink nem tették lehetővé, hogy cinken szólaljanak meg. Ugye láttuk, hogy a Ganassi eleve furujára íródott, és ugye a reneszánsz furuja, amelyik ugye első, amely G hangolású alt hangszer a diszkant szólamban, az a kornettel azonos hangterjedelmű, tehát ezek a kornetre szánt szólamok, ezek nagyon jól játszhatók reneszánsz furján. A mai koncerten egy kicsit anakronisztikusak leszünk, és Péteri Dóra organettón fog játszani. Ez a kis kézi orgonácska, ami a Landininek és egyébeknek a hangszere, ez erre az időre igazából már kiment a divatból, csak valahogy ezt így szerettük volna megoldani, hogy ezek a diminúciók megszólaljanak, és most én azt, hogy most elő is adjak, meg vezényeljek is, meg furjázzak is, az már úgy sok. Tehát, fantasztikusan szól együtt a lanttal. Tehát ezt a darabot is fogják hallani. Aztán, hogyha lapozunk tovább, akkor non è che il duol mi scemi.
ezt is fogják hallani. Ezt, ebből a kottából, ami itt van. La bella netta in nuda e bianca mano. Ezt is fogják hallani. Jó? Tehát, hogy a Dalla Casának ebből, amit itt közreadtam, ebből a díszített könyvéből. Na most, a 16. század utolsó évtizedeiben körülbelül 10 ilyen díszítési kézikönyv jelent meg, és ezek nagyon különböző stílusúak. Most, hogyha megnézzük, hogy ebből a 190 darabból a különböző szerzők milyen arányban részesülnek, akkor itt is azt láthatjuk, hogy a Csipráno de Róréból túltermelés van. Tehát a teljes repertoár, tehát a 190 darabnak messze a legtöbb az de Róré szerzeményei közül való. Mellette még Villard, Palestrina, Veggio és még egy-ketten szerepelnek, de a Cipriano de Rore a leggazdagabb. És hogyha azt nézzük, hogy melyik diminúció szerzőnél van a legtöbb de Rore darab, hát a Dalla Casánál. Úgyhogy hát mi is a mai koncertünkre úgy válogattuk a műsort, hogy ebből a kötetből válogatunk, és főleg Dalla Casa diminúciókat fognak hallani, az utolsó az lesz egy Bassano. Kezükbe adtuk a magyar szövegek fordítását, és befejezésül egy rövid kommentárt mondok ehhez. Ugye többen mondták, amikor az első Villard koncert volt, és felolvastam a Villard fordításokat, hogy hát nagyon jól hangoztak a versek, de egy kukonyát tettünk belőle. És ez nem az én artikulációmnak szólt, hanem tényleg, amikor szonett formában a megfelelő rímképlettel és szótag számmal egy magyar költő megpróbál egy olasz szöveget reprodukálni, ami amúgy is nagyon nyakatekert képektől topzódik, hát akkor ennek ilyen nagyon nehezen olvasható eredménye lesz. Úgyhogy Laksz Éva nyers fordításait olvashatják, illetve az egyik az tőlem származik. És úgy válogattuk ki, hogy a műsor közepén lesz 4 madrigál, amit eléneklünk, és utána a diminúció elhangzik rá. Annak idején a daraboknak tehát nem létezett abszolút hangmagasság. Tehát, hogy ezt mindenki minden darabot abban hangmagasságban énekelt, ahol kényelmesen kifért, és a hangszeres zenében meg főleg kvárt vagy kvint transzpozíció volt szokásos, úgyhogy itt a madrigálok, az elhangzó madrigálok után valami más hangról jön mindig, ami a lanttal és az organátóval meg fog szólalni. A darab ugyanaz, csak mondom, hogy egyszerűen máshol lesz, mert az organátó hangteredelméhez meg a lanthoz is kellett igazodni, meg az énekesekéhez. Ez egy teljesen korabeli gyakorlat. Na most ez elé 3 madrigált illesztettünk be, ami ebből a kötetből egy válogatás, és a végén pedig ugyanaz a 6 verszakos szesztinája jön a Petrarkának, az Alla Dolce Ombra, amire a legelső megzenésítést, a Berchem-féle megzenésítést az előző alkalommal énekeltük. Tehát ez ugye az első, amiben megjelent, és ez a következő, a Cipriano de Rore. Kérdezték az énekeseim, hogy nem lehet, hogy ismerte, de biztosan ismerte. Tehát tehát kizár dolog, hogy a Cipriano de Rore ne ismerte volna a Berchemet, annyira sok a motivikus kapcsolat, annyira világos, hogy van köztük valami zenei leszármazás. És innentől kezdve a madrigálok körében az, hogy több madrigálból egy ciklus alakuljon ki, az elkezdett szokássá válni, és az évszázad végén egyre több és több ilyesmi lett. Végül már ilyen madrigál komédiák és egyebek is, ha kis számban is, de megjelentek. És ezek a ciklusok, ezeknek ez lett az útja. Hát ennyit szerettem volna elmondani, és kérem, hogy kérdezzenek, illetve begyűjtöm a kottáimat, hogy akkor kérdéseket várok. Igen. Köszönöm. Köszönöm a zenészeknek a kotta nyomtatás az okozott fejtörést, aggodalom, változást, nincs odáltatni. Új technológia, ami megjelent, mert tényleg akkor demokratizálódik az, hogy ki mennyi kottához kell hozzá. A professzionális zenészek azok alsó középosztályba tartozó emberek voltak, akiket alkalmazott az uruk, vagy a város, vagy a templom, és az uruk, vagy a város, vagy a templom megvette a kottákat. Ugye ők valahol, ahol tanultak, ahol énekesfiúként részt vettek, ők belenőttek ebbe, tehát nem tipikusan a professzionális zenészek a maguk hasznára vették a kottát. Amikor már befutottak voltak, akkor vettek. Na most úgy tűnik, hogy a nyomtatás, mint lehetőséget a professzionális zenészek
boldogan használták ki, és éltek evel a lehetőséggel a publicitással. És ugye a madrigálnak és a nyomtatásnak az összekapcsolódása, ezt az első alkalommal mondtam, ez abban is látszik, hogy maga a notáció, maga a komponálásmód, sok minden leegyszerűsödik a madrigállal. Tehát egyszerűen valamilyen módon egy sokkal közérthetőbb, világosabb, letisztultabb zenei világ jön létre, és itt egyszerűen a publicitás ehhez erősen hozzátartozik. Lehet, hogy egy kicsit furcsa kérdés, csak azért bennem motoszkál, és lehet, hogy máskor elhangzott, mert a másik többi előadásra nem vettem is. Szóval azon gondolkodom, hogy ez a fajta fantasztikus elemzés, amit elvégzel, ez hogy hat az előadásra? Tehát, hogy függ össze a magával az előadással? Hát ezt nehéz megmondani. Tehát egyrészt azt, hogy az embernek nagyon más előadói ötletei vannak akkor, amikor egy régi kottát vesz a kezébe. Ugye itt most a próbaidőszak rövidsége, rendelkezésre álló idő és a lehetőség nem teszik azt lehetővé, hogy most menzurál kottából énekeljük végig, ahogy ezt ők csinálták. Az egyszerűen ma sokkal több munka lenne. Ugye ma vannak ezek az összeért kották, ugye most olyan kottából éneklünk, amit én írtam össze, ami egy ilyen szóval, hogy bizonyos elemeit, tehát átkötések helyett hosszú hangjegyet írok, az ütemvonalasság, tehát hogy valami, és hát vezénylek, amit egyébként ők annak idején is vezényeltek, tehát hogy a leütés és a felütés, ez korabeli könyvekben ez le van írva, hogy a taktírozás az hogyan zajlik. Nem egy független karmester volt, többnyire tenorista volt, aki egy taktust ütötte. Ugye még panaszok is vannak arra, hogy lehallatszik a kopogás a karzatról. Na most tehát ennek ellenére én mindig kézbe veszem a régi kottákat, és például azt, hogy a dallamívek hogyan függnek össze. Ugye az előző alkalommal beszéltem arról, hogy a madrigál komponálás nyelvtanában a különböző kvártok és kvintek spécieseinek a belakása hogyan történik, hogy ez mennyire, hogy egy madrigál sor az egyetlen kvárton vagy kvinten belül van, és hogy ezen belül hogyan foglal helyet. Ezt, hogyha ránézik egy szólamkönyvbe, akkor teljesen világos. És ilyen szempontból az eve való foglalkozás az nagyon érdekes. Aztán azt, hogy például a ligatúra használatot a nyomtatás lényegében kiírtotta, mert nem tudtak bonyolult ligatúrákat csinálni, és akkor összesen, amikor két darab ilyen téglalap van összetéve, és általában két szemüvé viszi el egy baloldali szárral, tehát hogy lényegében ez a ligatúra maradt, és minden más eltűnt. Akkor, szóval hogy ezeket az ember így megért ilyen dolgokat, hogy mi miért úgy van, hogy közvetlenül aztán mi szólal meg, hát ez nagyon közvetve szűrődik át. De hát ugye eleve a madrigál az egy valamilyen módon egy nagyon, annak idején is azért egy intellektuális műfaj volt. Ez a manierista kifejezés, az összes madrigalizmus az legalább annyira a szemnek és az intellektusnak szól, mint aztán később a barokkban a közvetlen az érzékeknek szóló zene. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valahol ez azért beszülemkedik. Köszönöm. Bocsánat, azt hiszem, hogy Eszter jött először, és aztán... Igen. A pirost, amit közreadtam, hát ez egy létező példánynak a faksimilé, és ott valaki beleírkált, igen. Igen. A végén ott valaki hozzáírt valami. Én azt hiszem, hogy a végén. Valaki, a possessor az szépen izé. Most akkor hallottam egy jó madrigát, hát ebbe beírom, ugye? Látjuk, hogy itt innen kettő van egybekötve. Tehát valaki megvette a két. Ez egy valahol egy létező példánynak a faksimilé kiadása. Láttam, hogy a Petrucci-nál volt egy ilyen Laude kötet, vagy igen. Igen. 1580-ban, hogy azt hogy kell képzelni, hogy valami nem volt, mint a 16-ban. Nem, ezek a Laudák, ezek korabeli egyházi könnyű zene, tehát ezek olyan fajta... Ezek négy szólamú darabok, és a frottoláknak az egyházi szöveggel ellátott változatai vagy rokonai. Tehát ez tényleg korabeli sijeljen. Igen. Megkérdezni, hogy a kiadványoknak vannak-e különleges ismertető jelenik, tehát hogy kézzel veszi valaki, hogy ezt most ennek a kiadónak a
Hát, hogy ugyanaz az, hogy a hangtudás. Hát bizony, a struktúrájuk ugyanaz, de, és ráadásul a betűtípus is gyakran ugyanaz, de a kiadónak a jele, amit az elejére tesz, tehát ugye itt említettük, hogy itten lehet látni például a Gardánónak a nyomdász jelét, hát ez mindig különbözik. Sőt, olyan is volt, hogy egy-egy kiadó például talán a Scottónak volt egy labirintusos sorozata, egy motetta sorozata, ahol az emblémája helyett egy labirintusnak a menceti képe volt. A sorozatokban való gondolkozás, mint kereskedelmi fogás, ez borzasztóan működött. És egyszerűen, amikor, tehát ugye nekik szükségük volt arra, hogy minél többen megvegyék, és akkor ez, hogy ne is abból a sorozatból megvan, a labirintusosból megvan neked, nekem megvan. Tehát, hogy ez egyszerűen így működött. Amikor egyes szerzőkre ráálltak, és például ugye a Petrucci kiadta a Josquin miséket, bomba siker, több kiadás megért, és aztán kiadott egy Josquin 2-t, Josquin 3-at, és innentől kezdve tulajdonképpen a szerzői köteteknek a sora is ilyesmi lett. Amikor a Gardano és a Scotto az Arkadelten összeveszett, az nem csak egy kötetre szólt, hanem hát akkor most az Arkadelt kinél van? Ugye ez valahogy, ez egy ilyen dolog. Igen, bocsánat, először ő, és aztán utána. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogy nem tudom, hogy mennyire volt erről szó, de hogy a kottának, tehát a hangjegyeknek és a szövegnek a szinkronizálására is volt a több megoldás. Jaj, de... A másik kérdésem, aminek hát ugye ennek az evolúciós jellege, tehát hogy mennyire stabilizálódott az a fajta nyomtatási technika, vagy mennyire vált ennyi uralkodóvá, amivel a harmadik megoldás volt. Igen. Tehát ez a harmadik megoldás, a kiszedett, ez teljesen egy uralkodóvá vált, és mondom, hogy a rézmetszetes kotta 17. század végi, 18. századi megjelenéséig ez volt a kottanyomtatás. Na most a szöveggel, ugye azt említettem, hogy azt csinálták, hogy kiszedték például a szoprán szólamból az első 8 oldalt, két keretben, azt, amit itten közreadtam, ugye ez két keretben ugye ezt kiszedték. És akkor utána ezért volt jó, hogy ilyen csíkok közé volt téve, mert először a hangjegyeket kitolták, bennmaradt a szöveg, kiszedték a másik szólamoknak a hangjegy sorát, azt betették, és utána a szöveget oda pöckölték, hogy az kijöjjön. És ugye az iniciálé ott maradt, a lapszámozás ott maradt, a kantót, hogy melyik szólam, azt kicserélték, és néha elfelejtették kicserélni. Tehát van egy csomó olyan szólamkönyv, az egyik oldalon a kantó helyett basszó van. Azért, mert tehát ez mutatja, hogy ez a technika ez így működött. Igen. Ebből következik, hogy a szöveg alárakás elég pongyola. Ugyanakkor a madrigálnál az, hogy a dolog szövegszerű legyen és az olasz nyelv lejtését kövesse, azért ez egy idő után nagyban segítette azt, hogy helyesen lehessen a szöveget aláírni. Igen. Igen. Említetted, hogy ez a technika, ez a 19. századig fennáll. Ez a apró szegmensek vezetett. De nekem úgy tűnik, hogy sokkal későbbi. A kórusoknak rengeteg olyan kottáját látom, ma is használatban, amiknél töredezve vannak a... Lehetséges. Igen, egyébként egészen elképesztő régi kották forgalomban vannak. Körülbelül 10 évvel ezelőtt vezényeltem a Haydn-nek a 102-es B-dur szimfóniáját. És egész Budapesten egyetlen egy zenekari szólamanyag volt az Országos Filharmónia kottatárában, ami egy 19. század első feléből származó eredeti szólamanyag. Abból játszottunk. Látszik a réz nyomulemezeknek a széle, meg nem tudom. Szóval egészen meglepően sok ilyen régi kotta még köztünk van. Hála Istennek. Igen. Bocsánat, az időnk lejárt. Nagyon köszönöm a figyelmet. Tartunk egy 5 perc előztetést, és akkor csipjön a Deore Madrigáljára. Szerintem.